Az üf történelem tele van pillanatokkal. Szeretném, ha a szívetekben ma megéreznétek valamit. Az üf történelem és a te életed tele van olyan pillanatokkal, ami soha többet nem jön vissza. Ami csak egyszer van. A pillanat az arról szól, hogy csak egyszer van, és akkor kell megragadni. Minden nemzedéknek, minden nemzetnek és minden embernek, minden korban megvan, megvan ez a pillanat. Lehet, hogy több is, de a nagy pillanatok csak egyszer történnek. Csak egyszer nyílt meg a Vöröstenger. Csak egyszer lehetett rajta száraz lábbal átmenni. Csak egyszer volt az, hogy Jerikó falai leomlottak. Csak egyszer volt, hogy a Messiás megszületett. Csak egyszer láthatták a csillagát. Csak egyszer ítélték el, és csak egyszer láttad föltámadni. Csak egyszer lehetett a vízen menni, amikor Péternek azt mondta az Úr, hogy gyere, egyszer. És olyan időket élünk, testvéreim, amikor megint az egyszeri pillanatok ideje jött el, mert csak egyszer lesz elragadtatás. Csak egyszer jön vissza az Úr, értünk, hogy elvigyen innen. Nem lesz több, egyszer. Nem tudom, hány év van addig hátra. Hiszem, hogy nem sok, de nem ez a lényeg. A lényeg a pillanatok. Hogy milyen pillanatokban élsz, milyen pillanatokat ragadsz meg az életedben, a mindennapjaidban. Megragadod-e azt a pillanatot, amikor tovább mennél, de segíthetsz annak az embernek. Az egy pillanat volt. Megragadod-e a pillanatot, amikor elmehetsz gyülekezetbe, és nem engedsz annak, hogy nem megyek, mert fáradt vagyok. Az egy pillanat volt. Amikor segítesz akkor, amikor fáradt vagy, amikor nem haragszol és megbocsátasz akkor, amikor pedig igazad van, az mindegy olyan pillanat, amikor az örökkévalóság felkínálja ezt a lehetőséget, a pillanatot. Mi a pillanat emberei vagyunk, tesók. Miért erre rendelt Isten, hogy a pillanatoknak éljél. Nincs itt maradandó városod, nincsenek itt évek, amiket tervezned kell. Mi a pillanat emberei vagyunk. És a pillanatokban adott válaszaink mondják majd meg, hogy éltél, vagy haltál. Hogy éltél, vagy vallásosan eljátszottál valamit. A pillanatokra adott reakcióid azok, amikből összejön az, hogy amikor az Úr előtted megállsz, akkor mi lesz érték, és mi nem. Egy örökkévaló pillanat, ez van ma itt, és ez volt Józsuéknak is. És amivel szeretném befejezni, tudjátok, mi történt? Körbejárták 6-szor, 7-szerre kiáltottak egy nagyot, és leomlottak a falak. De ami engem megragadott most nemrégiben, hogy miről beszélhettek azok a férfiak, miután hazamentek a csatából. Miről beszélgettek a férfiak, amiről hazamentek és beszámoltak. Lehet, hogy nem volt nevük, lehet, hogy nem voltak híres emberek, de az, aki ott volt azon a napon, Jerikónál, és azon a ponton felkiáltott, amikor kellett, az elmondhatta a fiainak évekkel később is, hogy ott voltam, amikor leomlott Jerikó fala. Ő elmondhatta, hogy én ott voltam, és az én hangom benne volt, amikor leomlott Jerikó fala. Értitek? Erről szólnak a pillanatok, hogy a fiaidnak, a lányaidnak elmondhass, hogy az apád ott volt, mikor a tűrendben leomlottak a fala. Ott volt, amikor a nemzet megtért az Úrhoz. Ott voltunk, amikor meggyógyultak emberek. Odaadtuk a hangunkat, a testünket, a pénzünket, a vágyainkat, hogy jöjjön az Úr, az én hangom. Benne volt abban a kiáltásban. Állj fel, Isten népe! Nekem nem ülni kell most már. Hadd hívlak ma téged. Hadd hívlak Dűrend gyülekezet. Készítsd a hangod, a lábad, a tapsod, hogy elmondhatd a fiaidnak, ott voltam azon az éjszakán, amikor megváltozott valami. Amen!